XX999-es küldetés Buffalo Bill és a postás cowboy. Ezt nem értem. Az idő átviteli adatbázis nem olvasható, a hiperkeresőrendszer teljesen lefagyott. De miért? Várj, a világ legjobb nagyja. Keresnek itt a mágnesek? Banán? Malac? A világ legjobb nagyja? Izomközeg! Mi, haver? Ez mi? Hé, a mágneseim! Saki, miért vetted le? Félesző disznó vagy! Te nem tudtad, hogy a mágnes kicsinálja a számítógép memóriáját? Őszintén szólva rosszabb vagy, mint egy kölyök! Már ezerszer megmondtam. A komputer nem játék, hanem... értékes gép. Ennek megfelelően nagyon óvatosan kell bánni... Te Yankee Doodle Dandy, Yankee Doodle Doodle Dandy, Dandy, jó teszed kis Dandy. Nem beszélve a... Atyapatya! Sziasztok! Atyapatya! Mi ez? Mit csinál a mágnes? A világ legjobb nagyi a mágnes működik! Atyapatya, putyuli! Izomközeg, ez borzasztó! Ha memóriakárosodást okoztál, akkor... Ó, visszajelző! Később beszélünk! Buffalo Bill. Hű, fiúk, ő volt a világ egyik leghíresebb cowboya. Képzeljétek, a polgárháborúban még kitüntetést is kapott a szolgálataiért. Sőt, ő volt a világon az első Pony Express postás. Bizony, a Pony Express nélkül a mai modern posta talán nem is létezne. Izomközeg, egy világ, ahol nem kapnád meg a Hülye Lézerfegyverek című magazinodat. Szuper lézerfegyverek! Mágnes agyú! Buffalo Bill, 1866, Kansas City. Itt vannak a szövetségesek! Hé, 1866-ban vagyunk, és a polgárháború 1865. május 26-án befejeződött. Mitől ijedtek meg ennyire? Kérem, uram, ne bántson, gyönyörületet! Oké. Mi nem vagyunk ellenség, a polgárháborúnak már réges-régen vége. Mi? Hallottátok, fiúk? Azt mondják, a polgárháborúnak vége, előjöhettek, már nincs háború. Juhé! Juhé! Nincs háború? Hogy ezek az emberek nem tudják. Nem szállítottak levelet. Mi történt a Pony Express-szel? Pony Express! Senki sem hallott a környéken levélszállításról. Buffalo Bill a postás. Nem tudod, merre találjuk? Buffalo Bill? Az a Venus Hammond fickó? Ott lakik a kaktuszdombon. Vigyázzatok, kemény legény, ne húzzatok vele újat! És ha valaki vállalja, van egy halom szállítandó levelem. Amerikai posta. Oké, menjünk. Tartsd magad távol. Akkor munkára fel. Ki az? Időcsapat, nyissa ki! A kormány? Igen. Ez a kis jelvény teljes elkötelezettsége. Jelent. Jaj, a fejem! Mi a... Elég a dumából, te besúgó, úgy ám? Külön köszönöm neked, hogy befogtad a száját ennek az izom agyúnak, tudsz? Várj!
A neved William Frederick Cody. 1859-ben Colorado-ban aranyat kerestél, ugye? Hát te ezt honnan tudod? Hát, időutazók vagyunk az egymilliomodik évből. Egy különleges történelem figyelő űrállomáson dolgozunk. Én tudtam ezt, tudtam! Mindenkinek mondtam, hogy a jövőből figyeltek bennünket, ugyan, csak sajnos senki nem hitt nekem. Tudtam, hogy egyszer bekopogtok az ajtómon. Vagy ti vagy a zombik. Nem vagytok zombik? Nem, nem, de hogy vagyunk? Há? Ez az. Jó, hogy itt vagytok, legalább van kivel szót váltanom. Ez idáig senkit sem érdekeltek azok a fontos dolgok, információk, amiket én tudok, úgy ám, pedig ha tudnátok, amit én... Eldobnátok az agyatokat, fogalmatok sincs, miről van szó, ugye? A nagy Thomas Jeffersonnal kapcsolatos. Mindenki azt hitte, rendes fickó, a függetlenségi nyilatkozat miatt. De a borzalmas titkot senki sem sejtette. Thomas Jefferson lepaktált a földön kívüliekkel. Ez nevetséges. Thomas Jefferson az egyik legjobb amerikai elnök volt. UFO-k segítsége nélkül. Tessék, itt van egy 20 dolláros, látod? Közel a Fehérházhoz. Ott bujdosik, egy földön kívüli. Mi? Csak leették ketchuppal. Igen, igen, mert azt akarják, hogy ezt hidd, úgy ám. Na és Lincoln? Mi van Lincolnnal? Megnyerte az elnökválasztást Peter Cartwright-tal szemben, mert különleges hatalma volt fölötte, az agyával irányította. Továbbá, ha én leszek az elnök, majd az adót növelem magasra. Megvan az új elnökünk, Abraham Lincoln! Mit gondolsz, miért viselte azt a kalapot? Ez volt az egyetlen dolog, amivel visszafoghatta a hatalmát. Mi? Hogy? Ez nem lehet igaz. Dehogy. Oké, kis zombi, bizonyítsam, ez nekem nem gond. Na, van terved, Otto? Terv? Azt hittem, neked van egy jó terved. Csendet, figyeljetek! Mert minden este pontban 10 óra 5 perckor a tehenek azt mondják, múúúú, mindjárt! Ismerem a titkokat, tehenek, tudom, mit akartok! Nem sejtitek, hogy tudom! Én tudom, igen, úgy ám! Várj! Mit tudnak a tehenek? Nem tudom, csak blöföltem, de legyünk óvatosak! Menjünk innen! Titkos ügynök szellem. Helyes. El is készültem! Nézzétek! Napi hírek, igaz történetek. Mi? Napi hírek? Egy bulvár magazin? Igen, az elmúlt 5 évben kezdtem nyomtatni. Ki olvassa? Hát most senki még. Megvan! Mr. Buffalo Bill uram! Meg kell osztani a másokkal is az információt. Mert ez... nagyon fontos. Az embereknek tudniuk kell mindent. Nincs más módja, mint hogy felül a lovára.
és szétosztja az újságot egész Amerika lakosságának. Juhuhu, komolyan mondod? Igen, csak rajta. Levesztegessük az időt. Ez az? Esküvő a Bermuda háromszögben? Hát ez jó! Sikerült! Oké, minden kész! Ó, és még egy dolog. Elvinnéd ezeket a leveleket? Persze! Értetek mindent, zombikák! Jabú! Jabúá! Vajon hogy szaladt el így alattunk a ló? De megvan a világ első postása. A munkának vége.